kísérlet a bab magjában koncentrikus kenyérítő szentségnek a vizsgálata. A előre beáztatott bab növénynek a rügyecske, illetve gyököcske tájékáról fogunk szedni egy kis takarékot, és beletesszük egy csepp vízbe. Ezt fogjuk megvizsgálni a mikroszkóp alatt. A koncentrikus keményítő szentséget fogunk látni, szemben a burgonya excentrikus keményítő szentségvel. A vizsgálathoz helyezzünk el egy csepp vizet a tárgylemezen, a csilla növénynek a dárda segítségével a rügyecske részéből szedjünk egy kis kaparékot, mártsuk bele a vízcsembe, fedőlemez segítségével fedjük le, a dárdával hozottassuk meg egy kicsit, hogy a levegő buborékok eltávozzanak alóla, és körülbelül 100-szoros nagyítás segítségével vizsgáljuk meg a keményítő szemcséket. A tárgyasztal mozgatásával sikerült nagyjából láthatóvá tenni az apró keményítő szemcséket, amelyeknek jellegzetessége, hogy a közepük tájékán kissé behorpadtak. Tehát látunk egy mélyedést, és azok körül, koncentrikus körülben rakódnak le a keményítő héja. Ezzel szemben a burgonyánál valahol a széle tájékán van a bózban a keményítőnek, és rá excentrikusan jönnek az egyes keményítő héja. És ugyanúgy, ahogy a burgonyánál is tapasztaltuk, megfesthető a metszet egy kis rugor oldattal. A rugornak a színe alap esetben vöröses színe, viszont ha keményítővel érintkezik, megpróbáljuk a keményítő a metszethez hozzá adni. Ha a keményítőt hozzáadtuk a metszethez, akkor egy idő után azt fogjuk tapasztalni, hogy elkezdenek a keményítő szemcsé lila színűvé változni, mivel a amilóz, illetve amilopektin spirálba a jó molekulák beépülnek, megváltozik a fénytörésük, és a sárgás szín helyett egy kékes világ, illetve adott esetben már feketés elszíneződés látunk attól függően, hogy mennyi